Sziasztok! Olyan lelkes szoktam lenni. Ja, már hogy közben itt van. Hello! Uncsi tesóm. Szóval, mert hogy harmadik napon vagyok Németországban, de már is lógok el. Holnap megyünk Hollandiába, Amsterdamba, és már bepakoltuk a cuccunkat, és nagyon izgatottak vagyunk. Izgatott vagy? Nagyon, borzasztóan. Imádja, hogy Amsterdamba megyünk. És egy kis ilyen papucskáosz van. Holnap reggel találkozunk, és indulunk. Addig, ja, én előre integetek, mint elköszönnék. Addig is sziasztok! Akkor tipikre jön valami nagyon hangos dolog. Vagy furnak, vagy valamit dologatnak, na mindegy. Adams Family-ként vagyunk jelen a vonatállomáson, a Münsteri vonatállomáson, és a csávó mennyire örült, hogy így vesz ekkora reggel, felveszem a szép várost. Beérkezés. Hova csavarog ez a gyerek? Most komolyan hova megy? Lehet, hogy elsétál Amsterdamig. Oh no way. Jézus Úristen! Jaj, de szép! Na jó, ezt így nem így kéne venni szelfiben, hanem te jó Isten! Hát ez valami csodálatos. Imádom, egyszerűen fantasztikus. Gyerekek, ez itt az Amsterdam centrum. Szóval, amit ott most látunk, az a Szent Nikolász templom, ami neobarokk és neoreneszáns stílusban épült. Ahogy kilépsz az állomásról, kb. Ezt látod először. Az előbb itt mentünk el a Sex Múzeum mellett, és be akartunk menni, de éhesek vagyunk. Igen, ez gátolt meg abban, hogy ne menjünk be abba a múzeumba. És aj, olyan szép a háttér, hogy nem tudok vele betelni. Így fog használni. És felveszem egész Amsterdamot. Sok-sok varázslatos dolog van itt. És amikor azt hitted, hogy már nincsen meglepetés, akkor van vegán cannabis ice cream. De érted, vegán cannabis ice cream. Istenem! Imádom eddig. Imádja.
egy múzeum, amúgy az egész az emberek nem löknek fel. Legtöbb. Az a lényeg, és az autók nem ütnek el. Igen. Egyáltalán, amúgy oda is föl. Ja, ez a Madame Tussé. Tussaud. Ez itt a Madame Tussaud, most a háttérben. Az nekem Tussé. Madame Tussé. Én vagyok Madame Tussé. Az meg a Madame Tussaud. Bár még nincs ebédidő, de beültünk enni. És ez a kilátás. Magna Shopping Center az a neve a helyiségnek. És még nem érkezett meg a kajánk, de éhesek vagyunk, így néz ki az egész, ennyi minden fajáldalma. Nekem meg melegem van. Jaj, de jó, hogy itt hagyom a pénztárcám. Biztos zseni vagyok. És figyelj magadnak, tudsz tépni. Mármint nem úgy tépni. Elvezem, hogy nem eredeti. People in a show, all lined in a row. We just push on by. It's a ride. How hard we try. Take a moment to relax. Before you do anything rash. Don't you wanna know me? Átváltott pirosra, úgyhogy futni kellett. És most tartunk a felé a méltán híres híd felé, ahonnan sok fotó készül. Mindenhol a háttérben bringák. Jaj! Ez jó ez a vlogolás, hogy így közben arcra esek mindenhol. Don't let the system get you down. Big city life, we try to get by. Pressure dies up no matter what we try. Big city life, in my heart have no base. And right now Babylon, that one me case. Big city life, try to get by. Pressure dies up no matter what we try. Big city life, my heart have no base. And right now Babylon. Egyre közelebb mész hozzá, és egyre jobban felhangosul, hogy düm 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 düm. Nem tudom milyen hidat. Single. A single hidat, és megyünk a Van Gogh Múzeum fele. Közben persze egy csomó látványosság van még, ez a Rijks Múzeum. Nagyon nehezen ejtem ki ezeket a dolgokat, de lényegében arra megyünk. Ó, de szép. Mindenhol imádom a csatornát, ott mennek ilyen horgászó emberek. Nagyon süt a nap. Azt írták, hogy valami 21, max 25 fok lesz, nem? Nem tudom. És úgy érezzük, mintha 30 lenne, gondolom meg fárás az idő. Lényeg, hogy izzadunk. És a lényeg, hogy Amsterdamban szépen nő a fű. Én, hogy mázlink van, bármerre, amerre megyünk, látványosságba bukkanunk. Ez például itt a virágpiac. Végig lehet menni és gyönyörködni a virágokban. Tessék, látod? Kis aranyosak. Én annyira örülök, hogy itt mindent megtalálunk kb. Nem is kell erőlködni abban, hogy keressük. Audrey Hepburn! Jaj, de szépek! Bonsai-fát is lehet ültetni. Ó, de jó. Tessék, ültethetsz fűt is. Én mondtam én, Hollandiában zöld a fű. Zöld a fű. Igen. Flower Market. Ride. Boldog karácsony. Nem viccelek, amúgy csak egy ilyen üzletben jöttünk be, ahol valamiért karácsonyi hangulat van. Itt konkrétan karácsony van, nem igen. Csak boldog karácsonyt. Regi, gyere ide egy ilyen szent képre, amikor így boldog karácsony.
karácsonyt, és további kellemes ünnepeket. Boldog új évet. Boldog új évet. Mostantól 2020. Nálunk előbb jött el. Mondanom sem kell, hogy egyébként fűszög van mindenhol. Igen, meg csatornaszag. Igen. A másik pedig, hogy ez is egy bicikli központú ország, úgyhogy mindenhol csiringelnek rád, hogyha nem mész arrébb. Ott van velünk szemben most már a Rijks Múzeum, és az mögött van a Van Gogh. Úgyhogy most már ide értünk a célállomásunkra. Ja. Nagy malacka. Már sorban állunk. Mennyire vagy itt kapott egy 10-es skálán? Egy olyan 7-es. Szerintem csak ilyen sok rész meg ilyenek. Most már bejöttünk az egyik időszakos kiállításra, és itt megyünk végig ilyen hangok és sötét között. Én is, így nem értettem. Jaj, de aranyos. Úristen, most hol vagyunk? Hova csöppentünk? Ja, igen. Te jó Isten! Így kicsit megtörtem. Te is úgy érzed, hogy megtörtél? Jaj, de cuki! Fried! Beyond the dream. Ez jó volt, ez szóval volt a... Most jöttünk ki a Van Gogh Múzeumból. Annyi ember volt, mint a fene, és nem lehetett szinte odaférni a képekhez. Viszonylag még jó időben érkeztünk, mert nem volt akkora sor, mint most. Most konkrétan kígyózik. Mi 5 perc alatt bejutottunk, de szerintem ez már megnövekedett egy ilyen órás várakozásra is. Online vettük meg a jegyet, úgyhogy szerencsére még azzal sem kellett bajlódnunk. Egyébként a múzeum maga 3 emeletes, és rengeteg Van Gogh festmény van bent, nem lehet fényképezni, úgyhogy ezért is mesélek most itt kint, mert nem lehetett bent videózni. Van Goghnak az életéről olvashatunk oda bent, meg a festményeiről, tehát így Van Gogh múzeum. Igen. És hát a kedvencem az még mindig, vagyis hát amúgy több kedvencem is volt, mert volt az a kék háttérem, ez a fehér virágos csoda, az nagyon szép volt, az élőben is nagyon szép. Most nem jegyeztem meg annak a címét. Én sem tudom. Én sem. Na mindegy. Illetve... Az nem valami iriszek, vagy ilyesmi? Valami iriszes? Volt japán témás festményei is voltak, azokról nem is tudtam, úgyhogy az így váratlanul ért.
illetve nekem még mindig a napraforgós a kedvencem, úgyhogy az nagyon jó. És Van Goghnak is, ő is azt ismerte el, hogy meg nem. Szóval, hogy Van Gogh is a... Mi ez? Van Goghnak is a napraforgósok voltak a kedvencei. Legalábbis én azt olvastam ott, hogy szerinte a napraforgókról tudta a legjobbat alkotni. Igen, és most kiheveredtünk ide a Fűre, kb. Itt vagyunk a múzeum mellett. És olyan puha a fű, hogy imádom. Úgyhogy most még szerintem itt fogunk üldögélni, kipihenjük a múzeumi fáradalmakat, mert szétjártuk a lábainkat, reggel óta úton vagyunk, reggel 11-től. Úgyhogy most még egy kicsit itt pihenünk, aztán pedig, nem tudom, beülünk valahova inni valamit, illetve még a hotelt is el kéne foglalnunk. Igen. Hát be kéne csekkolnunk, úgyhogy valószínűleg így még egy kicsit járkálunk, aztán amit látunk, és utána pedig elmegyünk a hotelbe becsekkolni. Alszunk egyet, aztán utána folytatódik a másnap. Na, szóval mi? Utána, igen. Ja, jön a másnap. Na mindegy, elfáradtam, úgyhogy sziasztok addig is.